faluban nem csak finom őszpörköltet lehet kóstolni. A település másik végén találjuk azt a fogadót, amely a birka pörköltjéről messze földön híres. Szalk-Szentmárton határában van a szalki fogadó, de hát azért van itt létjogosultság, egy útmenti fogadónak kicsit helyezzük el, hogy hol van. Hát Szalk-Szentmárton szalki fogadó az 51-es út mellett helyezkedik el. Budapestről számítva 63-as kilométer kő után kell balra fordulni hozzánk, ahhoz, hogyha valaki el akar érni bennünket. Hát amikor tegnap este betoppantam ide, akkor megmondom őszintén, meglepődtem azon, hogy azt gondoltam, hogy hát magyaros ételek, meg hát ez az úgymond jó értelemben útmenti fogadó vár minket, de hát ez itt azért egy teljesen más környezet várja a vendégeket. Mivel várják itt a látogatót? Hát tulajdonképpen a magyaros ételeken kívül a nemzetközi ételeket is felvonultatjuk az étlapunkon, illetve most már az utóbbi időben a Reform konyhának az ételeiből próbálunk egy kicsit szemelvényt adni a vendégeinknek, hogy a választékot bővíteni, és amivel szeretnénk még az egészet megtoldani, grill ételeknek a készítésével, a több grill étel felhozatalával a vendégek számára. Nem csak egy étterem van itt, hanem van vendégfogadás is, vannak szobák is. Milyen szobák vannak? 10 darab légkondicionált szobánk van, természetesen ugye a fürdőszobával ellátottak, mert ezek most már alap a mai vendéglátás számára, hogy tisztálkodási lehetőséget tudjunk biztosítani. És tulajdonképpen nem csak ez van, az éttermünk az egy 120 fő befogadására képes, van egy 180 fő befogadó képességű rendezvénytermünk, ahol lakodalmakat, rendezvényeket szoktunk lebonyolítani. Van-e olyan specialitás, ami Szalk-Szentmártonhoz, vagy akár ide a Kiskunsághoz köthető, és itt meg lehet kóstolni a fogadóban? Hát tulajdonképpen nem csak hozzánk, az Alföldhöz köthető az a következő étel, de amit messzes távol a vendégeink szerint mi csinálunk a legjobban, az a birkapörkölt. Jól hangzik. Jól, és finom is. Finom is, nagyon sokan úgy jönnek, hogy már eleve megrendeli, megebédelnek, megvacsoráznak, és akkor visz magával haza X adagot, mert azt mondja, hogy ezzel be kell mutatni otthon a családtagjainknak is, hogy milyen finomat ettünk, mert nem hiszik el. A birkapörköltünk igazából arról híres, hogy eddig olyan rendezvényeken, akik megjelentek, és volt köztük olyan szkeptikus, akik hát birka, és ezt nem szeretem, amikor megkóstolok, azt mondják, hogy ez a birka, és onnantól kezdve szeretik a birkát.